58 éven ezelőtt tört ki az 1956-os forradalom és szabadságharc. Idén egyetlen parlamenti párt sem tartott nagygyűlést, csak megemlékezést. 63-ból 61 esetben szabálytalanságot talált a KEHI a norvég civil alapügyében. Az ő kutatás szerint nem jelentés a KEHI jelentés. Lövöldözés volt a kanadai parlamentben is, még két helyen Ottawában. Ketten meghaltak, a hatóságok több gyanúsítottat még keresnek. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. Csendesen, pártelnöki beszédek és nagy gyűlések nélkül telt az október 23-a. A legtöbben aktuál politikai üzengetésekre használták az 56-os forradalom évfordulóját. Benyó Rita és Vidós Mihály összeállítása. Zászlófelvonás és a szokásos protokoll. Az uniós csúcs miatt Orbán Viktor már reggel sem volt ott a Kossuth téren, nem mondott beszédet, sőt, Fidesz nagy gyűlés sem volt. A Szénatéren Varga Mihály tartott megemlékezést, ami inkább aktuál politikaira sikerült. Kiléptünk az adósságspirálból, gazdasági növekedésünk kiemelkedő, a munkahelyek száma évtizedes rekordokat dönt. Az emberek életminőségét javító intézkedéseknek köszönhetően a növekvő kereslet mellett a beruházások, a lakossági fogyasztás is emelkedett. Az Együtt PM se dobott be nagy ágyukat, az ifjúsági tagozatuk tagjai beszéltek a baloldal megújításáról. A baloldal ma válságban van. A baloldal elvesztette az emberek bizalmát. A baloldal üresen kong, és nem jelent semmit. Nem nyújt sem irányt, sem inspirációt, sem oltalmat. Kedves barátaim, ne tagadjuk hát tovább. A baloldal történetében egy korszak lezárult, a régi baloldal elhasználódott, megalkuvó és hazug politikusai elbuktak, és soha nem fogják legyőzni Orbán Viktor rendszerét. Az LMP a Mansfeld Parkban emlékezett. Siffer András szerint Mansfeld Péter példája mutatja, hogy a legfélelmetesebb hatalommal is szembe lehet szállni. Amikor az egzisztenciális kényszerek között ma is sokan egyéni menekülő utakat keresnek, amikor ma a hatalom kistílű packázással fenyít önszerveződéseket, amikor döbrögig hűbérbirtokként tekintenek városokra, és amikor emiatt úrá lesz rajtunk az úgyis mindegy, mindig jusson eszünkbe, hogy voltak, akik idegen tankokkal szemben, az akasztófa árnyékában is megszerveződtek, szembeszálltak a hatalommal. A Jobbik a Corvin közben tartotta az 56-os megemlékezését, de a pártelnök itt sem beszélt. Helyette Volner János alelnök aggódott a külföldiek termőföldhöz jutása és az unió diktátumai miatt. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi visszük tovább a lyukas zászlót, mi vagyunk 1956 igazi örökösei, akkor bizony arra gondolunk, hogy addig nem is fogunk megállni ezzel a küzdelemmel, amíg ki nem fogjuk ennek a népnek a szabadságát vívni. És meg szeretnék mindenkit nyugtatni. Elkövetünk mindent parlamentáris eszközökkel annak érdekében, hogy ezt a szabadságot ki tudjuk magunknak vívni. De hogyha akadályozni fognak minket, akkor bizony, kedves barátaim, ebben az országban, ahogy Vona Gábor már elmondta, ribillió lesz, méghozzá nem is kicsi. A Szolidaritás mozgalom este az Operánál akart demonstrálni, de azt a rendőrség végül nem engedélyezte. Vidós Mihály, Benyó Rita, Hír 24. A Humán Platform szervezésében tüntetek civilek a Blahalúza téren. A tömegben több egykori és mostani ellenzéki politikus is feltűnt, de ott volt Mécs Imre 56-os halálra ítélt is. A Tedd magad szabaddá mottóval meghirdetett demonstráció felszólalói közül többen hangoztatták, hogy a szabadságért mindenkinek tennie kell. A megmozduláson Ferge Zsuzsa szociológus biztatta a fiatalokat, hogy vegyék át az 56-os forradalom zászlaját. Vegyétek át azt a szellemet, azt a zászlót, hiszen miről is volt szó? Arról volt szó, hogy egy elnyomott országban szabadságot akartunk. Október 23-a a szabadság ünnepe számomra. És mi az, hogy szabadság? Szabadság az, hogy mindenki lehessen önmaga, hogy mindannyian lehessünk önmagunk, hogy együtt lehessünk, hogy szabadon válasszunk sorsot, szabadon válaszunk életet, szabadon válaszunk azt, hogy
ne legyen korlát, ne legyen elnyomás. 63 projektből 61-nél talált szabálytalanságot a KEHI. Így zárult a kormányzati ellenőrzési hivatal vizsgálata a norvég civil támogatási alapügyében. Az Ökotans alapítvány tevékenységével és a támogatások felhasználásával kapcsolatban felmerül a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja is. A KEHI feljelentést tesz, a civilek szerint azonban semmi sincs a jelentésben, vagyis ez nem jelentés. László Pál összefoglalója. Rendőrök kutakodnak, politikusok nyilatkoznak, civilek tüntetnek. Az elmúlt hónapokban így nézett ki a civilek és a kormány háborúja a norvég pénzek körül. Most azonban itt az első eredmény, ez az. Elkészült a KEHI jelentése. 38 oldal a tartalomjegyzékkel és a rövidítések jegyzékével együtt. Az Ökotár szerint azonban semmi sincs benne. Én azt gondolom, hogy ez inkább egy pamflet, mint sem egy vizsgálati jelentés, hiszen elméletleg egy jelentésnek konkrétumokat, tényeket, adatokat kellene tartalmaznia. Ha szabálytalanság történt, azt kikövette el, milyen összegre, mi volt konkrétan a szabálytalanság tárgya. Ehelyett ebben olyanok vannak, hogy előfordult az is, volt olyan eset is. A volt olyan eset kategória ez is. Itt azt írja a jelentés, hogy az egyik szervezet például a kulturális örökség felhasználása az egyéni szocializáció fejlesztésében című projektjében férfi tért zoknit, befőzőgumit, sőt még 10 garnélrákot is elszámolt költségként. Az Ökotár szerint azonban itt például egy zoknibáb elkészítése okozta a tetemes összegbe kerülő férfi zoknik elszámolását. A KEHI szerint a bűncselekmény, amit ezzel elkövettek, költségvetési csalás. Itt ezekben az irodákban már alig 900 milliónyi pénzt osztanak majd a norvég pénzekből, ennyi maradt. Összesen egyébként 4 milliárd megy át a pénzosztó civil szervezetek kezén. Továbbá sem indul újra azonban a norvég pénzek nagyobbik szeletének pályáztatása. Ezt az állam osztaná. És nem aprócska 900 millió maradt. 36 milliárd. Ez vár arra, hogy ide jöjjön, de a norvég kormány felfüggesztette az együttműködést a kormánnyal, és nem is tudni, mikor akarják rendezni a viszonyt. Minden a norvég finanszírozási mechanizmusból támogatott projektet 2016. április 30-ig le kell zárni. Ez ugye most már csak egy másfél év, és a nagy programok esetében még támogatási szerződések sem születtek a támogatások felfüggesztése előtt, tehát hogyha most hirtelen minden jóra fordul, akkor is nagyon nehéz lenne már ebből nagyobb egészségügyi, oktatási, energiahatékonysági és stb. Projekteket végigfuttatni. De ez ugye nem a civilek dolga. Móra Veronika azt mondja, a jogászaik most vizsgálják, hogyha a KEHI feljelentése nyomán valóban bíróságon is meg kell védeniük magukat, akkor azt hogyan csinálják. László Pál, Hír 24. Államreformot hirdet a kormány. Megtizedelik a közszférát, a minisztériumokat vidékre költöztetik, de lesz állami rezsicsökkentés, és bevezetik a közszféra életpálya modelljét is. Török Réka és Benyúrita összeállítása. A kormány célja emellett, hogy nagyarányú bürokrácia csökkentést indítson el Magyarországon. Mind a lakosság, mind a vállalkozók érdeke, hogy ne szembesüljenek aránytalanul nagy bürokratikus terhekkel a mindennapokban. Ezt a múlt héten jelentette be a kormány szóvivő. 2015 a banki elszámoltatás és a bürokrácia csökkentés éve lesz. Mind a közalkalmazottaknál, mind a kormányzati tisztviselők létszámában egyértelmű növekedés volt tapasztalható az elmúlt években. A közalkalmazottak létszáma 2008-ban csak 720 ezer fő volt, az idén már csaknem 850 ezer. Kormánytisztviselőből 2011-ben 63 ezer volt, mostanra a számuk 78 ezerre emelkedett. Mivel az elmúlt években láthatóan megugrott az állomány, bőven van tere a bürokrácia csökkentésnek. A részletek erről még nem világosak, hogy milyen módon kívánja a kormány elérni a bürokrácia csökkentését, de lehet sok folyamatot hatékonyabbá tenni, rengeteg kiaknázatlan lehetőség van még az állami adminisztrációban. Bár szóltak korábban arról is hírek, hogy csökkentik a kormányablakok számát, Lázár János tegnap ennek épp az ellenkezőjét jelentette be. Azt is mondta, hogy Magyarországon az állami közszolgák aránya 22%, ami uniós mércével mérve nagyon magas. 1 millióan kapnak fizetést az államtól. Vagyis biztos lesz leépítés, de számokról nem beszélt.
A kormány nem döntött arról, hogy bárhol is általános létszámleépítésre kerülne sor. Én szeretném azzal kezdeni, hogy a központi kormányzat létszámát átvizsgálja a kormány minisztériumonként és minisztériumi háttérintézményenként. Ezt a vizsgálatot Szijjártó Péter már úgy látszik el is végezte. A külügyminisztériumból ugyanis már a jövő héten elküldik minden negyedik dolgozót, összesen 220 embert. Napi 2785 forint. Ennyi marad egy magyar átlagkeresetből a kötelező befizetések után. A bruttó bérünk harmada rögtön az államhoz kerül, de több mint 41 000 forintot költünk általában egy átlagos otthon rezsijére is. A költségeket Gyömöre Máté vette sorra. 234.552 forint. Ennyi ma Magyarországon a bruttó átlagkereset. Ebből kell befizetni az adókat, a rezsit, és ebből kell élelmiszerre, valamint ruhákra is költeni. Ami ezek után marad, az mehet szórakozásra, színházra, mozira és egyéb kiadásokra. A 235.000 forintból, mire a bankszámlára érkezik, már csak alig 154.000 marad. Tehát a fizetés harmada, 81.000 forint, az államnál landol. Több mint 37.000 forint a személy jövedelemadó, de 23.000 forintot nyugdíjjárulékként is be kell fizetni. 16.000 forint megy a TB kasszába, de még ezután is marad 3.518 forintnyi munkaerőpiaci járulék. Ha az összes adó és járulék letudva, jöhet a tágabb értelemben vett rezsi. Ebben a víz, a villany, a fűtésdíjakon kívül már benne van egyebek mellett egy BKV-bérlet, mobiltelefon, internet előfizetés költsége is. Ezeket összeadva több mint 41.000 forintot kapunk, így már csak 112.000 forintunk marad. A legolcsóbb fehér kenyér, felvágott és baromfi hús mellett egy átlagos, egyfős háztartásban figyelembe vettük még a krumpli, a tej és a zöldségek fogyasztását is. Ezek együttes költsége havonta több mint 22.000 forint. A számlán tehát már csak 89.000 forint marad. Szükség van még tusfürdőre, mosogatószerre, mosóporra, öblítőre és dezodorra is. Ezek költsége egy hónapban mintegy 7.000 forintot tesz ki, így 82.000 forint költhető tovább. Ruházkodásra általában szezonálisan költünk, egy hónapra vetítve 4100 forint a ruhaköltség. Így a kötelező kiadások után egy havi átlagfizetésből majdnem 80.000 forint még szabadon elkölthető. Ez napi 2785 forint, ebből lehet finanszírozni az egészségügyi és kulturális kiadásokat, a nem várt költségeket, vagy adott esetben egy hitel törlesztő részletét. Megérkeztek Európa vezetői Brüsszelbe. A belga fővárosban ma kezdődik a klíma és egészségügyi csúcs találkozó, ahol az elnökök és kormányfők Európa 2030-ig tartó klímapolitikájáról döntenek. A találkozó kétnapos, de sok vita várható, például a szénmonoxid kibocsátások visszaszorításával kapcsolatban. Orbán Viktor is Brüsszelbe utazott. Lövöldözés volt a kanadai főváros parlamentjében és még két másik helyszínen. A törvényhozás épületéből az ablakon és az áványokon keresztül menekültek az emberek, a rendőrség kimenekítette a miniszterelnököt is. Az egyik lövöldözőt lelőtte a díszőrség vezetője, akit ma nemzeti hősként állva tapsolt meg a parlament. Kernes Zsolt összeállítása. Rendőrök kergetik be az irodáikba a kanadai parlament dolgozóit. Az épületben nemrég lövések hallatszottak, miután egy fegyveres berohant. Egy másik fegyveres nem messze onnan a háborús emlékműnél nyitott tüzet a díszőrség egyik tagjára. A katona később bele is halt sérüléseibe. My fellow Canadians. Kanadai polgárok, ezen a héten másodszorra támadták meg brutálisan otthonunkat, kezdte beszédét Stephen Harper, Kanada miniszterelnöke, majd megfenyegette az elkövetőket. Sehol sem bújhatnak meg. A rendőrséget meglepetésként érte a támadás, ezt a helyettes rendőrfőnök ismerte el egy sajtótájékoztatón. Egyelőre nem lehet ezt biztosan kijelenteni, de úgy tűnik, váratlanul ért minket a lövöldözés, mondta. A merénylőt az egyik szemtanú írta le. Láttunk egy férfit szaladni maszkkal és sállal az arcán. Hosszú haja volt, kék nadrágot és fekete kabátot viselt. Egy dupla csöves puska volt nála. Fegyverrel kiszállított egy embert az autójából, aztán elhajtott. Nem ő volt az egyetlen elkövető. A rendőrök a parlament épületében agyonlőttek egy másik férfit, aki előzőleg legalább 30 lövést adott le egy automata puskából. A kiszivárgott információk szerint az egyik lövöldöző egy algériai származású kanadai férfi volt, aki nemrég tért át a muszlim hitre.
A parlament elleni támadás igazi hőse Kevin Vickers volt. Ő a parlament díszőrségének a vezetője, a posztja nagyrészt ceremoniális. Mégis hidegvérrel irányította a kutatást, majd ő lőtte le a támadót, mielőtt más is meghalt volna. Vickers egy nap alatt hős lett Kanadában. A hét elején már meghalt egy katona Kanadában, egy radikális muszlim férfi autóval szándékosan elütötte. Később a rendőrök lelőtték a gázolót. Kanada azzal került célkeresztbe a szélsőséges muszlimoknál, hogy az Egyesült Államokkal együtt részt vesz az Iszlám Állam nevű szunnita terrorszervezet bombázásában. Ismét bejutott egy férfi a Fehérház kertjébe. Átugrott a kerítésen és elkezdett futni a ház felé. A titkosszolgálat kutyái végül körbevették és leterítették. Alig egy hónapja óriási botrány volt abból, hogy a kerítésen átugorva egy férfi bejutott az épületbe is. A Fehérház biztonsági szolgálatának akkori vezetője lemondott az eset után. Mihály Schumacher állapota javul, ám a felépülési folyamat akár 3 évig is eltarthat. Ezt mondta a német klasszis otthonába tett látogatása után az a francia orvos, aki közvetlenül a tavaly decemberi síbon esett után kezelte a versenyzőt. Az orvos megerősítette, hogy Schumacher nincs kómában, de a rehabilitáció akár 3 évig is elhúzódhat. A német lapok szerint a Schumacher család svájci otthonában 15 fős személyzet dolgozik annak érdekében, hogy a 7-szeres Forma 1-es világbajnok körül biztosított legyen az állandó egészségügyi felügyelet. Körülbelül 100 maszkos huligán támadt az Everton szurkolóiban Lille-ben, a francia város egyik kocsmájában robbant ki a verekedés. Több mint 5000 brit szurkoló érkezett a városba. A rendőrség korábban őket próbálta meg szétoszlatni. Állítólag gumilövedéket és könnygázt is lőttek közéjük. A mostani, az utolsó előtti hosszú hétvége az idén, még decemberben pihentettünk majd ugyanennyit egyhuzamban. A rossz idő ellenére is sokan elutaznak ilyenkor. Az elmúlt években látott tendencia pedig folytatódik, már nem csak a fürdővárosokban gondolkodik az, aki kikapcsolódna. Budapestre azonban kevesebben jönnek ilyenkor. Bornár Fluzsina összeállítása. A hosszú hétvége előtt már alig volt szabad szálláshely az országban. A foglalások alapján leginkább a vidéki nagyvárosok hotelei telnek meg ebben a 4 napban. Elsősorban azok, ahol éppen valamilyen fesztivál is van a hétvégén. Most már évek óta látjuk a szállás.hu-nál azt a tendenciát, hogy önmagában az, hogy elmegyünk valahova, és úgymond 4 napig csak áztatjuk saját magunkat, vagy kikapcsolódunk egy wellness szállodában, már nem elég. Tehát az aktív turizmus az egyre jobban megjelenik, és ebben a hosszú ünnepekben keressük az egyéb kikapcsolódási lehetőségeket, keressük azt, hogy hova tudunk menni egy jó bort meginni, vagy egy jó borturizmusban részt venni. A változás elsősorban a családi utazóknak köszönhető, akik az elmúlt 3-4 évben fellendítették a belföldi turizmust. A mostani hosszú hétvége legnépszerűbb városai Békés Csaba, Gyula, Eger és Miskolctapolca. A szakember szerint a hirtelen ránk szakadt télelő sem befolyásolja az utazási kedvünket. Egy októberi időszakon, amilyen a mostani, nincs jelentőség, mert ekkor számolnak az emberek azzal, hogy milyen időjárás van, és úgy választanak úti célpontot is. Nem véletlenül, hogy ezek a települések, tehát hogy egy Eger, egy Sopron előrébb tud ekkor kerülni, tehát nem keressük mondjuk a balatoni vagy a tiszatavi szálláshelyeket. De a foglalási adatok szerint most a balatoni szállodások sem panaszkodhatnak. Idén könnyebb volt eladni az itteni helyeket is. A tó környékének elsősorban a Nyitott Balaton program sorozat segített. Budapest azonban meglepő módon nincs az első 3-ban a szállás.hu listáján. A szakember szerint ennek az az oka, hogy bár túlkínálat van szálláshelyből, kevés az olyan vonzó program, amely a fővárosba csalná a turistákat. Külföldiek persze jönnek, és átlagosan 2-3 napot töltenek Budapesten. Az elmúlt évek statisztikái szerint a mostanihoz hasonló hosszú hétvégék legalább 10-15%-kal növelik meg a hazai szálláshelyek forgalmát. Molnár Fruzsina, Hír 24. A napszáma 2,7 kilóban, vagyis 2 kiló 70 dekát nyom a világ egyik legnagyobb nyers arany rögréje, amelyet nemrégiben Kaliforniában találtak. Ehhez hasonló hatalmas nyers aranyrögök miatt indult a 19. században az aranyláz, hiszen akkoriban nem voltak ritkák az ilyen méretű aranytömbök a folyómadrekben. A nyers nemes fémet mától kiállítják, majd elárverezik, mintegy 350 és 450 ezer dollár közötti összeget remélnek majd érte.
Ez volt mára a Hír 24, ma este 9 órakor Európa Liga meccs lesz itt a Story 4-en, az Internacionale játszik a Saint-Étienne-nel, hamarosan pedig jön az időjárás jelentés is. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!